A Jász-Nagykun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság a megváltozott közlekedési körülményekre figyelmeztet. Az ősz beköszöntével ténylegesen megváltozott az időjárás, ami mindenében kihívás elé állítja a közlekedőket. Az esős párás ködös időben az út és látási viszonyok kedvezőtlenné válnak, helyenként csúszós falevelekkel borított útszakaszok is előfordulhatnak. Ebben az időszakban fokozott óvatossággal kell közlekedni, alkalmazkodva a megváltozott időjárási és útviszonyokhoz, ezáltal megelőzve a baleseteket. Az őszi időszakban gyakoriak az úgynevezett pályaelhagyásos balesetek. Megyén közútjain egyetlen nap alatt két esetben is előfordult, melyeket egyrészt a gépjárművek nem megfelelő műszaki állapota, másrészt a sebességhelytelen megválasztása, a figyelmetlenség vagy a váratlan helyzetben végrehajtott hirtelen kormánymozdulat okozhat. Fontos kiemelni, hogy abban az esetben, ha a látási viszonyok indokolják a kötfényszórót, a járművezetők jogszerűen használhatják, így eleget téve a látni és látszani elvnek, mely a baleset megelőzés egyik alappillére. Ugyanekkor a kötfényszóró indokolatlan alkalmazása jelentős baleseti kockázattal bír, mivel annak indokolatlan használata elvakítja a szemközt közlekedő járművezetőt. A balesetek megelőzése érdekében kérjük, fogadják meg alábbi tanácsainkat. Indulás előtt ellenőrizzék a gumiabroncsok állapotát, időben gondoskodjanak a téli gumiabroncsok beszerzéséről, felszereléséről. A téli gumicserét ne a havazáshoz, hanem a hőmérséklethez igazítsák, és ne feledkezzenek meg a helyes guminyomás beállításáról se. A párás szélvédő baleset veszélyes, ezért indulás előtt a párát el kell távolítani. Ellenőrizzék a világító berendezések működését és gondoskodjanak a lámpabúrák tisztántartásáról. A rosszul beállított fényszórók nem csak az adott jármű vezetőjét gátolják az utolévő akadályok észlelésében, hanem a többi jármű vezető elvakításával balesetveszélyes helyzetet is teremtenek. A hideg idő beköszöntével érdemes ellenőrizni a hűtőfolyadék fagyáspontját, valamint a nyári szélvédőmosó folyadékot a téli időjáráshoz igazodóra cserélni. Célszerű folyamatosan gondoskodni annak pótlásáról és ellenőrizni az ablaktörlő gumik állapotát. Szenteljenek figyelmet a fékek állapotának, valamint a fék folyadék megfelelőségének is. Rossz állapotú fékek, valamint a használat során viszkozitásból vesztő fékolaj a fék hatékonyságát rontja, ezáltal a megváltozott útviszonyok közötti megállás is hosszabb időt vesz igénybe. Fokozott óvatossággal közelítsék meg a kijelölt gyalogos átkelő helyeket. Egyre később világosodik és korábban sötétedik. Szürkületben sötétedéskor lakott területen kívül is számítsanak a munkába, iskolába, illetve onnan induló gyalogosan vagy kerékpárral közlekedők megjelenésére. A gépjármű megfelelő műszaki felkészítés ellenére se feledkezzenek meg azonban arról, hogy a baleset megelőzés legfontosabb alanya maga az ember.